házi komposztálásra szolgál ez a harang alakú műanyag. A háztartásban keletkező zöld hulladék gyűjthető benne, például a fűnyesedék, a kávézac, gyümölcsök maradékai vagy tojáshéj. Főtt ételmaradék, teafilter vagy állati ürülék viszont nem kerülhet bele. A komposztnak kifejezetten jót tesz a kis mennyiségű fahamú és az időnkénti locsolás. Ez nem csak a minőséget javítja, gyorsítja is a komposztálás folyamatát. Akinek van néhány száz négyzetméter szépen gondozott gyerterülete, biztosan van egy négyzetméter is, ahol egy komposztálót be tud állítani. Ezzel egyrészt tehermentesíti a zöld hulladék szállítást, másrészt pedig a saját kertjében megfelelő talajerő utánpótló anyagot tud előállítani. Amennyiben mégsem ezt a megoldást választja, akkor ugye a hulladék szállítási naptárainkban pontosan megtalálhatóak azok az időpontok, hetente egyszer, amikor a zöld hulladékot az adott ingatlantól elszállítjuk. Ez az elszállítás a rendszeresített merevfalú edénybe, nevezzük kukának, kukában történik, tehát abból szállítjuk el. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Idén áprilisban bővítette a szolgáltatását. Akinek a 120 literes barna kukát meghaladó mennyiségű zöld hulladéka keletkezik, az az EAC-tól vásárolt emblémás, zöld színű zsákba is kihelyezheti azt. Naptár szerint ezt is elszállítják. Ha nagyobb a mennyiség, akkor azt Nyíregyházán és Máté Szalkán személyesen ingyenesen le lehet adni. Bármelyik verziót választhatjuk, a legfontosabb, hogy ne égessünk. Ezt ugyanis jogszabály tiltja, mégis gyakran értesítik ebből keletkezett tűz miatt a katasztrófavédelem szakembereit. Közel 2000 tűzesemény következett be Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mai napig. Ebből közel kétharmada szabadtéri tűz volt, tehát nagyon-nagyon jelentős szám, akár a korábbi évek viszonylatában is, ha nézzük a statisztikát. Úgyhogy itt néhány szabályra föl kell, hogy hívjuk az emberek figyelmét, hogy a statisztika ne romoljon tovább. Fő szabály Magyarországon az, hogy a szabadtéri égetés tilos. Jogszabályi kivételek vannak, így például, ha településen létezik önkormányzati rendelet a belterületi égetésre vonatkozólag, akkor csak is az abban foglaltaknak megfelelően, például időtartamra vonatkozólag, egyéb feltételek mentén lehet végrehajtani, és hangsúlyozottan csak is növénytermesztésből származó hulladék elégetéséről lehet szó, tehát semmiképpen nem egyéb, például mondjuk háztartási hulladék elégetésére kell itt gondolni. Fontos, hogyha mégis tüzet gyújt valaki, azt ne szeles időben tegye. Mindig tartsa emberi felügyelet alatt, és legyen bekészítve a tűz oltására alkalmas eszköz.